Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Bence Péter vagyok. Emléktábla került fel arra az egykori Festetics kastélyra, ami ma már kormányablakként működik Tolnán. Gróf Festetics Ernő, a tolnai uradalom egyik birtokosa, saját földterületeit adományozta a szegényeknek. Ezt a táblát a Városvédő Egyesület állította, ugyanis mi elhatároztuk annak idején már, mikor megalakult a 90-es években ez az egyesület, hogy igyekszünk minden tolnai történelmi eseményt, érdekesebb épületet megörökíteni, illetve egy táblát elhelyezni rá, hogy tudják a tolnaiak és turisták is, hogy ez az épület Tolna történetében mit célt szolgált, mi volt a története. 2019-ben pályáztunk a városi közművelődési pályázaton egy tábla elkészítésére, ami megemlékezik gróf Festetics Ernő gróf kastélyáról, hiszen azt tudja a tolnai közönség és talán az idejárók is, hogy van egy Festetics kastély Tolnán a Festetics utcában, de arról, hogy van még két Festetics kastély is, amit nem bontottak le, nem romlott le, létezik Tolnán, arról nagyon-nagyon kevesen tudnak. Az egyik ilyen kastélyt, amit nemrégen újítottak fel, ez a Hősök tere 2 szám alatti épület, ami jelenleg a kormányablaknak, okmányirodának ad helyt. Erre tettük a táblát. Ez volt gróf Festetics Ernő kastélya annak idején. Bár 2019-ben pályáztak a tábla állítására, de a koronavírus járvány miatt csak 2020-ban tudták elhelyezni. De vajon mit lehet tudni a 19. század elején élt grófról? Nagyon sok mindent mi sem tudunk róla, annyit tudunk, hogy 1800-ban született, első gyermekként a családban, ami azért érdekes aztán, mert az ő édesapja is 3 testvére volt, és 3-an együtt birtokolták Tolna uradalmát, és neki is, ő is aztán felnővén 3 testvérrel együtt birtokolták Tolnát, tehát 3 tulajdonosa volt Tolnának. Ő volt a legidősebb testvér, de érdekes módon nem ő maradt az ősi kastélyban, a mostani Festetics utcaiban, hanem ő új kastélyt épített magának ide, erre a térre, ahol valamikor, ugye az önkormányzat helyén még egy fogadó, az oroszlán fogadó volt, és ezen a téren épített gróf Festetics Ernő magának kastélyt. Aztán ez a kastély, ez az idők folyamán sváb nevet is kapott, tehát a táblán ez a sváb név szerepel, ugyanis Ernestnek keresztelték annak idején, ugye német neve volt a grófnak, nem Ernő, hanem Ernest, és Ernest Kastl volt a tolnai népajkon ez a név, sőt, ugye, hogyha svábosan akarjuk kiejteni, akkor Ernest Kastl. A legemlékezetesebb és máig is létező cselekedete az volt, hogy a 30-as évek végén a saját birtok részén kimérette és telkeket adományozott szegény sorsú, nincs telen, házatlan zsellérek számára. Most ez egyrészt azt jelentette, hogy a nincs telen zsellérekből udvartelkes zsellérek lettek, tehát ez egy kicsit magasabb státusz a nincs telen zsellérekeknél. Másik meg azt eredményezte, hogy gyakorlatilag egy új település, egy új város rész épült. Akkoriban érdekes módon ez egy teljesen új településként létezett. Tehát ezek a jobbágyok, ezek a zsellérek, ezek nem fizettek adót se az egyháznak, egyházi tizedet se kellett fizetniük nekik, nem kellett fizetniük az állami adót sem, kizárólag a földes úrnak tartoztak adózással. Rengetegen jelentkeztek, rengeteg telket osztottak szét. Ez tulajdonképpen a Bercsényi, mai Bercsényi
Béri Balog, Széchenyi és Batthyány utcák. Annak idején ezt a területet Viszló házának nevezték el. Festeti Csernő fia volt Viszla, és ennek emlékére Viszlóházának nevezték el, mint egy teljesen önálló települést, önálló önkormányzata is volt, amit természetesen a földesúr nevezett ki, tehát nem önálló jogi státusszal rendelkezett, de külön önkormányzata volt Tolna városától. Aztán később Viszlóvárosnak nevezték el, és ez maradt is így, a régebbi tolnaiak, idősebbek még emlékeznek, és tudják, hogy Viszlóváros az merre volt. Azonban itt a tolnai Festetics korszak véget is ért. Amit még lehet róla tudni, hogy a festeticsekhez hasonlóan mindig pénzügyi gondokkal küzdött, és a végeredmény az lett, hogy 1843-ra a két testvérével együtt eladták a teljes tolnai uradalmat, és Sina György személyében új földesura lett Tolnának és a tolnai uradalomnak. Mindig van hová fejlődni, és mindig van mit fejleszteni egy adott településen, így van ez Tolna város esetében is. Ezúttal nem a város vezetését kérdeztük, hanem a helyieket arról, hogy mit korszerűsítenének, milyen új szolgáltatásoknak örülnének. Számos korszerűsítés vette kezdetét Tolnán a 2020-as évben. Például Faddot és Tolnát összekötő bicikliút épül, illetve az 51-12-es út felújítása és új csónakikötő készül az Altaripa szabadidőparkban. Megkérdeztük a város lakosságát, milyen fejlesztéseket látnának még szívesen a településen. Volt, aki nyilvános illemhelyeket szeretne, és akadt olyan is, aki több presszónak örülne. Először is befejezném a járdákat, és az utcába az utakat, és legalábbis nyilvános vécét, ami kellene egy városba legalábbis. Padokat kiűni nyáron, mert nyáron nincs hova kiűni, csak kilométereket kell gyalogolni, hogy találjunk egyet. Ugye, és hát az ilyen nyugdíjasok, azok szeretnek kiüdögelni. Mert az utcák milyenek ott? Hát az enyémé például nagyon nem jó. Van sok ut, ami rossz. Meg az is baj, hogyha az ember elmegy egy délután valamerre sétálni, sehova nem lehet. Jó, hát most a vírus még nem lehet beülni, de ha nincs vírus, itt akkor sem lehet sehova beülni, mert nincs. Nincs hova. Többen a járdákat újítanák fel. Hát a járdákat mindenképp, főleg ott bent. Mert már idős vagyok, fáj a lábam, és hogyha esik, vagy hó, nem látom, akkor botladozok. De ugye egyébként egy kicsit a tisztaság ott, hogy másfele annyira nem közlekedem, úgyhogy bicikli út az rendben van. Itt pár éve megcsinálták a parkolót, aszfaltoztak, hogy ez a kis darab, két kis darab, miért maradtam, nem tudom. Én jártam utána, házra fogták. Azt mondták, adnak betont, csináljuk meg, hát nem a miénk. De úgy különösebben nem. Parkoló az nagyon kevés van, de gyanítom, hogyha még akarnak, akkor azt zöld területből kell venni, amit nem tudom, hogy melyik a jobb. Nekem a zöld terület, mert gyalogos vagyok, de az autósoknak biztos a parkoló kéne, meg ami itt, hát nem tudnak parkolni, itt vásárolnak, hétvégén főleg az egy kész káosz. Úgyhogy még a zebrán is alig lehet közlekedni, nem hogy lerövidíteni az utat. Vannak nagyon jó dolgok, amit én személy szerint sérelmezek, hogy a Hősök terére csinálták tulajdonképpen a városközpontot. Ami itt, ez az szerintem, ezt kellett volna úgy megcsinálni. Itt van egy, hát az idén elég normális fenyőfa volt, de egy rogyant fenyőfa, ott meg, ami létezik. A hópelyheket itt levették, fölvitték még azt is. Tehát minden ott a adventi koszorútól, tehát ott az hú, rendben van. Nem tudom, miért így történt a dolog, de hát nagyon szép a Dunapart, nagyon szépek a játszóterek. Vannak úgy fejlesztések, csak vannak komolyabb dolgok is, amire kéne egy kicsit gondot fordítani.
Vannak, akik a járdák mellett az utakat is rekonstruálnák, és több parkolót is kialakítanának. Az utakat? Igen. Mert az elég sok, tehát azt lehetne. Egy parkolást kialakítani mondjuk, ha lehetne mindenhol, mindenhol lehetne azt is. Mert járdák azok tűretűek, azok. De az utak azok, főleg a kis utcákban, azok elég rosszak. Más nem igen. Ennek az útfelújításnak nagyon örülök, a bicikliútnak nagyon örülök. Mit fejlesztenék Tolnán? Talán a kis utcák, tehát ezek a hátsó utcák. Oké, van tervben ez az egyarányosítás, ettől függetlenül az útállapota az elég kritikus, kérdőjeles. Aztán innentől kezdve én úgy érzem, hogy jó irányba haladunk. Most rövid reklám következik, majd ellátogatunk Appelsoffer Ferenchez, aki nem kevesebb, mint 260 régi rádió tulajdonosa, ám nem csak birtokolja a készülékeket, hanem újra is éleszti őket, sok esetben szó szerint romjaikból. Maradjanak velünk, mindjárt jövünk! Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Minden kedves nézőt, diákot, szülőt egyaránt nagyon nagy szeretettel köszöntök a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumból. Aki még nem tudja pontosan, hogy mit szeretne csinálni majd a jövőben, mivel szeretne foglalkozni, illetve ezt várjuk nagyon nagy szeretettel azokat a diákokat, akik szeretnék, ha odafigyelnének rájuk, akik szeretnék megkapni további fejlődésükhöz a szükséges egyéni odafigyelést, támogatást és természetesen kiváló oktatást. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk tehát a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. Tolna Text BT nagy múlttal rendelkező Európa egyik vezető műszaki textíliákat, speciális szöveteket gyártó cég. Bővülő termékeink gyártásához folyamatosan keresünk munkatársakat, textilipari gépkezelőket, gépbeállítókat, gépmestereket, több műszakos munkarendben. Amit kínálunk, műszakpótlék, szakmai előmenetel és ezzel arányosan növekvő kereset, utazási költségtérítés. Fél év eltelte után meghatározott feltételekkel önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, évközi és évvégi juttatás. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük juttass el önéletrajzát a Tolna Bezeridi tér 1-be, vagy a munkakukac.tolnatext.hu e-mail címre. Folytatjuk is a Telena magazint, egy olyan embert mutatunk be önöknek, aki nyugdíjas korára lett elhivatott eredetileg tanult szakmája iránt. Appelsoffer Ferenc ma azzal tölti az idejét, hogy régi rádiókészülékeket vásárol meg és újít fel. A gyűjtemény ma már akkor, hogy lassan saját épületre lenne szükség egy múzeum számára. A bikes ujjával arra mutat. Úgy jött a pak. Na, valami zaj van most benne, azt nem tudom, hogy mi. Ez például eddig állt a vízben. Ezt is újra kellett csinálni mindent. És lábaival szétrúgta a véres avar. Ez egy német Lorenz nevű rádió. Ez nagyon szépen meg lehet csinálni. Ezt is például ilyen bronzból, vagy nem tudom, hogy miből van, és próbáltam polírozni, nem tudtam, mert majdnem nem rozsdás volt, hanem olyan semmilyen. És akkor rájöttem, hogy a hal tisztításnál az ember sót és eszetet használ, a bográs tisztításnál, és abba beletettem, és attól nagyon szép lett.
Perszhofer Ferenc élete, hogy rádiókat ment meg az enyészettől. Végzett foglalkozása szerint rádiók és televíziók javításához ért, megközben volt minősített hegesztő, vezetett hivatásszerűen gépjárművet, és kitanult még egy csomó mesterséget. Még köműves is volt, saját kezüleg építette gyermeke házát. A nyugdíjas évek visszavitték a hivatásához. Az nem kérdés, hogy megszólalnak-e, ha kézbe bekapom őket, mondja. Sokkal inkább az, hogyan lesz belőlük újra készülék. Nem javítottam sose rádiót. A szakmámban, amelyeket tanultam, abban a rádió tévészerelő van, de én csak tévét javítottam. Tanulókoromban voltak egy-két rádiók, de utána én már csak tévét javítottam. Volt saját műhelye, de azt felszámolta, de néhány darab a szívéhez nőtt. Innen indult a történet. És maradt olyan 4-5-6 rádió, amit sajnálom kidobni. Nagyszüleimé volt, meg ismerősöké volt, és akkor abból indult az egész. Ez 4 éve volt. Akkor eladtam a műhelyemet, még nyugdíjasként is dolgoztam ott, és evel a 6 rádióval kezdtem 4 éve. Akkor ez egy padlás volt, ezt kialakítottuk ilyen műhelyjel, műhelynek a nejemmel, és akkor itt berendezkedtünk. Az igazi rádiózás a 20-as években kezdődött a detektoros rádiókkal. Volt már előtte is csöves, meg a detektorosokban is volt cső, de az igazi, Magyarországról beszélek most, az a Orion 25-ben, 26-ban kezdett el rádiókat gyártani. Akkor még általában ilyen kooperációban, tehát nem mindig saját gyártású volt. A Telefunken, Standard, meg ezekkel a Philips, ezekkel a cégekkel. És a 30-as években már volt önálló, tehát ami teljesen önálló gyártmánya volt. Később a háború ideje alatt hadiiparra állt át, és az Orion volt a legnagyobb rádiógyártó és televíziógyártó, és az 55-től a Videoton, dolgoztam a Videotonban is, a Videoton elkezdett rádiókat gyártani, vadásztölténygyár volt az eredeti területe, tehát ilyen hadipari termékek, és 55-ben kezdte az Orion a tévéket csinálni. Na most ez volt a 35 évtől az 50-es évekig volt ez egy magyar rádiógyártásnak egy ilyen kezdeti időszaka. 50-es évektől rohamosan fejlődött, mint az Orionnál, mint a Videotonnál is a rádiógyártás, és akkor jött a 60-as évek közepe, amikor a KGST szakosodott. Tehát meghatározták, hogy melyik országnak mit kell csinálnia. És akkor a Magyarországtól a rádiójavítást azt kiszervezték Bulgáriával. Bulgáriával, és akkor onnétől kezdve mi terveztük a rádiókat, és tovább nem csináltuk. Egy szép rádió, amelyet a 30-as évek közepén csináltak, olyan, mint egy bútor darab meséli. Ezért is nehéz újra eredeti állapotába visszaállítani őket. Németországban a rádiózás sokkal fejlettebb volt, sokkal előbb kezdődött, tehát a 30-as években már tömegben gyártották például a német néprádiót, ez a fekete az, ez Goebbels rádiónak is hívták, ez a propaganda céljáról termelődött. Még egyet be akarok szerezni, és az nagyon nehéz, mert nagyon drága, 500 euró körül van egynek az ára, egy elfogadható állapotúnak, amin van horogkeresztés is, meg mit tudom én, de azt majd kiszokták takarni belőle, de eredetiben még rajta van. Azt majdnem alig lehet beszerezni. Én ezeket már mind Németországból tudom beszerezni, a németek nem küldik ide, tehát az eBay-n vásárolom, azok nem küldik ide, és van egy barátom, aki Németországban él feleségével, felesége fogorvos, ő fogtechnikus, és ő szokta behordani nekem ezeket a készülékeket, van, hogy 5-10. De nagyon drágák. Lehet licitálni, és sajnos sokszor alul maradok, mert 200 eurónál legtöbbször meg szoktam állni. De hát van, hogy az ember belemegy, akkor elmegyünk 300 euróig, és akkor látom a végén 600 euró, meg 1000 euró. Az már nem az én kategóriám. Annyit azért már nem tudok kiadni érte. Tehát mások a jövedelmi viszonyok a németeknél meg nálunk. Nagyon sokan gyűjtik, és egy elég drága hobbi.
Tehát ezek a rádiók, ha egy eredeti képet néznénk, ezek gyalázatos állapotban voltak, ez galampiszokkal tele volt, nem volt már benne semmi sem, meg ami benne volt, az se belavaló volt, valahol itt úgy gyűjtötték össze, ilyen villanyszerelők. Ezekhez könnyebb hozzájutni, de óriási, nagyon sok munka van vele. Ez például a dobozát, tehát van fa munka is rajta, és a politúrozás, az meg egy nehéz szakma volt azt kitanulni. Nem találtam már megfelelő akkorabeli asztalost, aki politúrozott, és akkor egy Pesten egy zsidó emberrel sikerült összeakadnom, és ő elmondta nekem, hogy hogyan kell, úgy volt, hogy el is megyek, az valamiért elmaradt, és akkor szépen nekiálltam. Hát ez egy gyalázatos dolog volt ezt csinálni. Szépen van ez a sellak. Ez ilyen levéltetőnek a váladéka. Indiában már tenyészetek is vannak ebből. Na most ezt föl kell oldani alkoholban. És akkor ezt kell rávinni és kifényesni. Na most akkor elkezdtem kenegetni, és akkor beleragadt minden az összes szellemot, ki kellett dobni, ilyen szűrőket. Na hát mondom, ezt így nem lehet sem. És akkor szép, lassan, fokozatosan, végén nagyon szépen. De nem csak a politúrozást kellett megtanulni, hanem az alkatrészek gyártását is. Például a csövek pótlása. Ezeket mind én csináltam, esztergáltam lábat, ez ilyen vízeték cső. Ez egy mai csőnek a forma, és erre tettem rá egy PET palacknak az előkészítése Kínából lehet venni, és ebből ki lehet alakítani. Most csináltam egy formát, amivel körülbelül egy kompresszor kell hozzá, belerakni ezt a PET palackot, fölmelegíteni 120 fokra, és akkor egy hirtelen nyomással ki tudom alakítani az igazi régi cső alakokat, ilyeneket, meg ehhez hasonlókat. Tehát például egy ilyen alakot szépen meg tudom formázni ebből a... Lassan ott a szakma, hogyha valaki fel akar ültjeni egy ágyút, akkor azt is meg kell tudni gyártani, amit... Igen, ott. Úgy nagy, egyszerűen beszerezhetetlen. Ez például Szexádon vettem ilyen részforrasztó pálca, hármas részforrasztó pálca, és abból esztergáltam menetet. Ezt szépen meg lehet csinálni. Nagyon szép rádiókat tudtak csinálni az oroszok, mai napig is. Tehát az hihetetlen szép, amit azok meg tudtak csinálni. Itt van például egy orosz lemezjátszós rádió. Skála üvege, nagyon szép piros, zöld, és akkor itt van bent a lemezjátszó. Az nagyon szépen meg tudták ők csinálni. Ezek oroszok itt mind. És ezek már a KGST rádiók. Ez az M10-es, a Pacsirta volt az Orionnak az egyik legnagyobb gyártmánya, legjobban keresett gyártmánya, ezt a világon mindenhol meg lehet találni. Itt van például ez a Siemens. Nézze meg ennek a skáláját, hogy milyen aprólékos az a miniatűr betűk, amik rajta vannak, a színek. Vagy ezt a telefonkerül éppen, amiről beszéltem, ez egy nagy, egy Bakery dobozos rádió, egy német technika. Franciáknak például 32-ben. Ennek, ez mind nagyon rossz állapotban volt. Ennek a doboza olyan, mint egy mai napon egy lapra szelet bútor. Ennek minden egyes darabját külön le lehet szedni, össze lehet csavarozni. Tehát nem összeennyvezett valami, hanem ilyen összeépíthető. Ami a javításban akadályokat jelent, az alkatrész beszerzése, az alkatrész gyártása. Tehát nagyon sokat kell, ami ahogy autentikus maradjon az a készülék, nagyon sokat kell ügyeskedni. Tehát a régi házába bele kell tenni a most használatos alkatrészeket. Tehát még régen egy ilyen elektrolit kondenzátor az ekkora volt, és emlékszem, amikor az elsőt szétszedtem, satúba hátul a műhelyemben, és akkor egyszerűen egy ilyen fél liter valami folyadék kifolyott belőle. Hát mondom, én még ilyet nem láttam, de nem is tanultam ilyenről. És még úgy csináltam, hogy bent volt a két elektróda, és akkor folyadékkal föltöltötték, és akkor lezárták. Egyébként hallgat rádiót? Nem. Nem, nagyon ritkán. Tévét néha, híreket meghallgatom, de rádiót nem szoktam hallgatni.
Akkor mi vonzza? Hát egy, hogy az időmet le tudom kötni, hasznosan tudom lekötni, nem csavargok el mindenfelé, bár most már nem vagyok én olyan nagy csavargó. És egyre jobban mondom, tehát életem folyamán én nem javítottam rádiókat. Csak tanuló koromban, amikor megbízott, Szekeres volt a főnököm, attól tanultam el a szakmát, Szekszárdi volt, nem ismerte? Szekeres Gyuszi bácsi, Gelkánál is volt ő vezető. Szeretem, meg kell mondani, hogy szeretem. A Persofer Ferenc ma közel 260 készülék tulajdonosa. Mihányat el kéne adni, mondja, de közben pedig arról ábrándozik, lehet, hogy egy házat kéne venni, ahol múzeumot lehet kialakítani az öreg rádiók számára. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!